jó kezdeményezésnek gondolom, amikor egy ilyen nagy link közösség együtt találkozik, és most már évek óta erre nem volt lehetőség, úgyhogy nagyon vártam ezt az alkalmat. Azt gondolom, hogy ha lépést akarunk tartani a rohanó világ kihívásaival, akkor fontos az, hogy egy olyan szervezetet tudjunk magunk köré szervezni, amely a lean-es elvek segítségével képes gyors lenni és képes változásálló lenni. Remek a hangulat, jó a társaság, rengeteg volt kollégával találkoztam. Igazából mindig ez egy ilyen tanulási folyamat, amikor itt vagyunk, kicsit ránézünk így kívülről is a Lean-re, és kicsit így összehasonlítjuk a napi munkánkkal, úgyhogy ezért is tetszik. Remekül érzem magam, nagyon jó hangulat, nagyon jók az előadások. Nagyon jó találkozni régi arcokkal, akikkel korábban már együtt voltunk, akár egy ilyen Lean Practitioner program alumni rendezvényen. Nagyon jó közösségépítő ereje van ennek a konferenciának, ahol hasonló gondolkodású, Lean gondolkodású emberekkel találkozhatok. Akik hasonlóan gondolkodnak, hogy nyitottak a változásra, akik egymásból erőt tudnak meríteni. Nem csak az országból, hanem az országhatáron kívülről is, úgyhogy nagyon sok inspirációt lehet gyűjteni, nagyon sok jó példát lehet elsajátítani. Az a legjobb ebben az egészben, hogy nagyon sok szuperokos ember azonos érdeklődési körrel találkozik egyszerre, egy napon, nagyon hasznos. Izgalmas, rendkívül sok ismeretet, tapasztalatot lehet szerezni, és hát kapcsolatot építeni pont olyan szakemberekkel, akik ugyanolyan területen dolgoznak, mint én. Kifejezetten jó Jim Womack, és nagyon jó személyesen találkozni vele. Hát a délelőtti előadások pedig csodálatosak, azért ilyen szajszajeket hallani az nem mindennapi lehetőség. Mert mindenki ki tud lépni az otthoni környezetéből, és olyan emberekkel találkozhat, akikkel hasonló a gondolkodásuk, ugyanazokkal a munkai helyzetekkel találkoznak, és ezáltal tanulhatunk egymástól. Nem csak azért, mert nagyon sokat tanultam, hanem azért is, mert nagyon sok olyan dolgot tanultam, hogy hogy adhatom tovább a tudást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a neki éppen aktuálisan fejében lévő problémáira a megfelelő választ és az érdekes témát. Még a szünetben is lehet tanulni, úgyhogy a mindennapos tanulás az azt hiszem, hogy a mai napon egy kicsit felértékelődik. Minden évben itt vagyok, úgyhogy jövőre is itt leszek. Természetesen itt leszek. Mindenképpen jövök jövőre is. Mindig, persze, természetesen, hogy jövök jövőre is. Hozom a kollégákat.